Most megadom a szót Arató Gergelynek, a DK képviselőcsoportja vezérszónokának. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Szeretném segíteni a kormány munkáját ebben a fontos jogalkotási feladatban. Először is azt javaslom, hogy változtassuk meg az egész törvénynek a címét is. Településképvédelmi törvényről államvédelmi törvényé. Jól látható módon ugyanis önök szerint a településképet ebben az országban kizárólag a demokrácia zavarja. Ezt már láthattuk akkor is, amikor ugyanebben a törvényben intézték el azt, hogy a választásokon lényegében csak önök juthassanak plakáthelyekhez tisztességes feltételek mellett. Ugye így zárták ki a többi pártot, az ellenzéki pártokat abból, hogy akár választási időszakon kívül érdemben megjelenhessenek a közterületen. Most ez a második lépés, most éppen a gyülekezést óhajtják betiltani. Na nem mindig, nem állandóan, csak éppen ott és akkor, amikor egyébként annak a legnagyobb jelentősége és értelme van. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Nem szeretném abban a stílusban folytatni, ahol Jakab képviselő az előbb beszélt, de a dolog lényegét tekintve nem gondolok erről nagyon mást. Ha megnézzük azt, hogy milyen helyszíneket vesznek föl például október 23-án a listára, hát pont azokat a Bemteret, a Bródi Sándor utcát, vagy éppen korábbi években a Múzeumrakpartot, ahol egyébként az ellenzéki pártok ezekben az időszakokban rendezvényeket szoktak tartani. Nyilván ő felségét zavarja a NESZ. Én azt persze belátom, hogy nem kívánják, hogy az önök fejét vegye ebben az esetben, vagy bocsánat, nem felköttesse, mint a Lord Majort önöket ebben az esetben, de hát mégiscsak az a helyzet, tisztelt képviselőtársaim, hogy nem tudok én sem másra következtetni, mint arra, hogy önök nem tudnak egyet élni azzal, hogy az ország egy jelentős része önökkel sok kérdésben nem ért egyet, és hajlamos arra, hogy ennek nyilvánosan, bizony közterületen, az utcán is hangot adjon. Mert a közterület az a közé, és önök nem a köz, önök a kormány meg a kormánypolitika. És ugyan például az október 23-ai rendezvények szereplői és szónokai közül jó pár volt, aki sértette a fülemet az ellenzéki szónokok közül is, mert volt köztük még talán önöknél is szélsőségesebben jobboldali és nacionalista, bár ebben nem vagyok biztos, hozzá kell tennem, miniszterelnök úr okfejtése és sem minden szempontból találkozott az én ízlésemmel, nem beszélve a negatív számokról alkotott lesújtó véleményéről és az emögött megbúvó méretetlen tudatlanságról. De hát mégiscsak azt kell mondanom, tisztelt képviselőtársaim, hogy mindenkinek joga van a közterületet használni. A közterület azért van. És az nem csak közlekedésre való, drága államtitkár úr, ön téved. A közterületnek számos más funkciója is van, és bizony egy demokráciában a közterület funkciója a szabályozott gyülekezés is. Tisztelt képviselőtársaim, hozzá kell tennem, hogy az önök jogalkotási bölcsességét bizonyítja, hogy már elfogadtak ebben a parlamenti ciklusban, nem olyan régen, egy másik a gyülekezést korlátozó törvényt, de ez sem volt elég. Most valakinek támadt egy újabb zseniális ötlete, hogy hogyan lehet még megpróbálni megakadályozni azt, hogy valakinek ellenvéleménye legyen. Tisztelt képviselőtársaim, szeretném nagyon világossá tenni azt, hogy ez a törvényjavaslat teljesen egyértelműen kívül van azon, amit jogállamnak lehet nevezni. Demokráciában, jogállamban alapjogot korlátozni csak más azonos súlyú alapjog érdekében lehet, és az, hogy önök nyugodtan ünnepelhessenek, és ezt ne zavarja meg a nép, meg az ellenzék, meg a civilek, meg a sok hőbörgő, ez nem alapjog, ez nem közérdek, ez az önök mentálhigiénés érdeke. Legfőjebb, ami nekünk ugyan fontos, de a gyülekezési jog ennél fontosabb. Nem lehet a gyülekezési jogot korlátozni a településkép miatt. Meg nem lehet a gyülekezési jogot korlátozni, mert önök szerint méltatlan az, hogy az államnak versenyeznie kell. A jogállam attól jogállam, hogy az államot is korlátozza a jog. Attól jogállam bizony, hogy az állam azonos szabályokkal vesz részt ebben a dologban, bizony a kormánynak is kérnie kell a közterület használatát, ugyanúgy, mint bárki másnak. Értem, ez rossz érzés, hiszen önök azt gondolják, hogy a kormány és a kormány oldal az a többiek fölött áll, az ellenzék vagy a civil szervezetek fölött áll, de jogállamban ez nem így van, tisztelt képviselőtársaim. Nincs tehát ok erre az alkotmányos korlátozásra, sem nem arányos, sem nem szükséges ez a korlátozás, ez kizárólag egy önkényes döntés.
A nyilvántartás kiépítéséről nem szeretnék hosszabban beszélni, de teljesen nyilvánvaló, hogy hasonló a probléma. Szükségünk van a nyilvántartásra, mert ellenőrizni akarják, hogy ki mer egyáltalán gyülekezni, meg hogy idejében betilthassanak mindent, ami nem tetszik önöknek, vagy hogy esetleg az önkormány, erről még fogok is még beszélni, esetleg még gyorsan betiltsanak valamit, amiről nem értesültek. Szeretném tudni, hogy az adatvédelmi hatóság adott-e véleményt erről a javaslatról. Tudjuk-e, hogy mi ebben a helyzet? Mert én semmilyen indokát nem látom ennek az adatgyűjtésnek, ez nem felel meg sem a hazai, sem az uniós adatvédelmi szabályoknak. Tisztelt képviselőtársaim, még egy szépséget elfelejtettem megemlíteni, közben most eszembe jutott, hogy ráadásul, miközben itt most törvényileg betiltják egy csomó helyen a gyülekezést, eközben még biankó csekket is adnak az önkormányzatoknak. Hogy az önök lelkes polgármesterei, a már emlegetett Lord majorok, maguk is élhessenek ezzel a joggal, még kitalálhassák, hogy mi a szokásosan helyben szokásos ünnepség, hát még ezt is, meg azt is, meg amazt is, a hol túloldalán kívül bármire azt lehessen mondani, hogy egyébként helyi rendeletben, vagy ebben a törvényben tilos a gyülekezés. Teljesen világosan szeretném elmondani, hogy ez a törvényjavaslat alapjogot sért, az önök roppant gyenge minőségű alaptörvényének sem felel meg, még kevésbé felel meg Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek, az Alkotmánybíróság korábbi döntéseinek, az emberi jogok európai egyezményének, és még sorolhatnám a további olyan nemzetközi és hazai kötelezettségeket, amelyekkel ez ellentétes. Ez a jogszabály jogkorlátozó, jogsértő, fölösleges és egyébként ostoba, mert szeretném elmondani, hogy az európai magyaroknak önök nem fogják tudni megtiltani azt, hogy ott azokkal és úgy ünnepeljenek a nemzeti ünnepeken, ahol akarnak. Hozhatnak ilyen törvényeket, most megmondom önöknek, ezek a törvények nem lesznek több, mint egy darab papír, ami semmire se való. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük, képviselő úr. Most megadom a szót.